Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Öten vannak hatósági karanténban Szekszárdon, a város további intézkedéseket hozott. Sokan járnak az utcákon, kevesen tartják be az ajánlásokat. Digitális oktatás, már élesben tanulnak a gyerekek. Szabálytalan sofőrök, 220 bírságot kellett kiosztaniuk a rendőröknek. Mindenki maradjon otthon, különösen az idősek, ezt hangsúlyozza továbbra is Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, és a hivatal intézkedései is arra irányulnak elsősorban, hogy ezt gond nélkül megtehesse a veszélyeztetett korosztály. Egyre többen kérik a város segítségét, és később még többre számítanak. A közszolgáltatások működése zavartalan, a város egyik cége szájmaszkok gyártásába kezdett. Nézzük a legfrissebbeket. Öten vannak hatósági karanténban Szekszárdon, ők egyelőre nem kértek segítséget az önkormányzattól, péntekre viszont 13-ra emelkedett azoknak az időseknek a száma, akik élnének a lehetőséggel. Bevásárlás, gyógyszer, kutyasétáltatás a leggyakoribb, de szemüvegkiváltást is kértek már az önkéntesektől. Így viszont a kiemelten veszélyeztetett korosztályba tartozóknak nem kell elhagyniuk otthonaikat. 23-an jelentkeztek péntekig segítőnek, az egészségügyi állapotukról kérdőíves önbevallással győződnek meg, majd igazolványt kapnak az önkormányzattól. Szeretném hangsúlyozni újra, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogyha lehet, akkor maradjanak otthon, különösen 70 év felettiek, hiszen számukra minden szolgáltatás, az ételkiszállításra, a csekkbefizetésig mindent megteremtettünk és biztosítunk számukra, úgyhogy nincsenek arra rászorulva, hogy a város járják. Szekszárdon 5070 év fölötti idős ember él, ha pedig a 65 éven felülieket nézzük, ők 8000-nél is többen vannak. Ács Rezső elmondta, hogy a piac ugyan bezárt, de a szabadtéren árusítók maradhatnak a város területén, és újak is jöhetnek. A Volán busz már áttért a nyári menetrendre, a buszokat napvégén fertőtlenítik, és dolgoznak a készpénzmentes jegyváltás bevezetésén. A posta hétfőtől külön időpontban fogadja az időseknek segítő önkénteseket, a Megyei Védelmi Bizottság ülése után pedig arra kérik a szekszárdi lakóközösségeket, hogy lehetőség szerint naponta kétszer fertőtlenítővel takarítsák ki a lépcsőházakat. A nagyáruházakat pedig arra kérik, hogy gondoskodjanak a bevásárlókocsik fertőtlenítéséről. A polgármester találkozott a közszolgáltatók képviselőivel, a hulladékszállítás zavartalan, bár a lomtalanítást a vírus idejére felfüggesztették. Piros zsákokat kérni most nem lehet, mert nem működnek az ügyfélszolgálatok, ezért a kukák mellé zsákokban kitett szemetet elviszik. A víz, villany és gázszolgáltatás biztosított Szekszárdon. Az E.ON, a távhőszolgáltató és a vízszolgáltató Erőv Zrt. Is felfüggesztette a mérőóra leolvasásokat. Az intézkedésekkel járó pluszköltségekre megvan a fedezet. 120 millió forintot a költségvetésből átcsoportosítottam, illetve kb. Ekkora összeget zároltam is, és ezzel párhuzamosan a Modellvárosok programból 1 milliárd forintnak a felhasználását kértem. A miniszterelnökséget vezető minisztertől erre még a választ nem jött meg, úgyhogy én azt gondolom, anyagi korláta a védekezésnek nem lesz. Egy a lényeg, hogyha ezeket bezadjuk, akkor jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a fertőzésnek a veszélyét. A polgármester beszámolt arról is, hogy a város többségi tulajdonában álló KT Dynamic Kft. Szájmaszkok gyártásába kezdett. Napi 100 darab előállítására képesek, viszont a maszkok moshatók és újra felhasználhatók. Tőlük rendelt a tűzoltóság, rendőrség, tehát nagyon sokan, úgyhogy velük kell majd megállapodnunk, hogy milyen arányban és hogy kapjuk meg a maszkokat. Szeretnénk kiosztani az orvosoknak, szociális személyzetnek, mindenkinek, aki mondjuk veszélyben van egyáltalán a szájmaszk használata nélkül, és a későbbiekben szeretnénk adni az idősebbeknek is. Kesztyűből 22 ezer darabot rendelt az önkormányzat, ez már megérkezett. Ács Rezső szombaton a rendőrséggel és a közterületfelügyelőkkel tárgyal, hogy megpróbálják megakadályozni a fiatalok bandába verődését. Hiába kéri a kormány és a vírus terjedésének lassításáért felelős hatósági szervek, hogyha lehet, senki ne menjen indokolatlanul közösségbe, még mindig sokan vannak, akik nem törődnek ezzel, pedig az olaszországi tapasztalatok azt mutatják, hogy a karantén lehet a leghatásosabb fegyver egy járvány ellen. Napsütéses idő, Szekszárdon üres játszóterek, az utcán kevés ember sétál. Sokan betartják a központi intézkedéseket, és otthon maradnak a jó idő ellenére.
Viszont még mindig sok idős embert lehet látni, az utcákon sétálni, vagy a házak előtt tennivenni. Pedig a legfrissebb felmérések szerint Olaszországban a koronavírus miatt elhunytak átlag életkora több mint 79 év. Ennek ellenére a megyeközpontban sok idős férfit és nőt lehetett az utcán látni. Nem megyek sehova. Bezárkózok. Egy kicsit lejövök ide a kertbe. Egy fél órára visszamegyek. Hiába kéri a kormány és a vírus terjedésének lassításáért felelős hatósági szervek, hogyha lehet, senki ne menjen indokolatlanul közösségekbe, ezzel sokan nem törődnek. Eközben szinte valamennyi szolgáltató, szinte kivétel nélkül arra kéri az ügyfeleit, ha lehet, online fizessék be a számlákat, és kerüljék a személyes kapcsolatokat. Ehhez most sokan próbálnak a szolgáltató cégek munkatársaitól személyesen segítséget kérni. Maszkom nincs, próbáltam egyedül készíteni, majd fogok is, mivel nem tudok hozzájutni. Ezt is fertőtlenítettem a bankba, kijövet, bejövet, de talán ez a legjobb megoldás, hogy mindenki maradjon ott, ahol van, és maradjon otthon tényleg. Azt hiszem, komolyan kell venni, mert nem szeretnénk bajba keverni se másokat, se önmagunkat. A megelőzés segítő információkra főként a fiatalabb generációk tagjai fogékonyak. A munkaterén egy kicsit. Ugye ott munkahelyen ugye az étkezőben 10-nél többen nem lehetünk, akkor egy-két olyan helyiségben nem lehetünk, 3-nál vagy 4-nél többen, ugye, meg maszk, meg kesztyű, de hát sajnos kell, hogy az ember ne kapja el. Ha meg elkapja, akkor meg azért, hogy az embertársait megvédje. Az Olasz Egészségügyi Intézet nemrég olyan statisztikai adatokat tett közzé, amelyekből kiderül, hogy az elhunytak krónikus betegségei között a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szívbetegség a leggyakoribb kockázati tényező. A szakemberek kimutatták, hogy az elhunyt betegek több mint 48%-a 3 vagy több ilyen betegségben szenvedett, több mint 25%-uk 2 betegségben. Újabb 2 halálos áldozatot követelt a koronavírus Magyarországon. A koronavírus sajtóközpont azt közölte, hogy mindketten férfiak voltak és idősek. Egyikük 68, a másik áldozat pedig 79 éves. Ezzel már 3-ra nőtt a hazai halálos áldozatok száma. Az első magyar állampolgár, aki szintén idős férfi volt, március 15-én vasárnap Budapesten vesztette életét. Egyre többen halasztják el az esküvőjüket, és teszik azt át későbbi időpontra. Azok, akik mégis most akarják összekötni életüket, csak szűk körben tehetik meg. Az önkormányzatok szabályozták a házasságkötések rendjét. Tolnavádas önkormányzata úgy döntött, hogy közigazgatási területén 2020. március 16. napjától esküvő kizárólag 2 tanú jelenlétében tartható. A közeljövőben megkötendő esküvők párjait mindenből értesítették. Többen az eredeti kitűzött időpont módosítása mellett döntöttek. Bátaszéken olyan döntés született, hogy új esküvők felvételére a vészhelyzet ideje alatt nincs lehetőség. A már előjegyzett esküvők megtartására a házasulandók és a 2 főtanú jelenlétében kerülhet sor. Bonyhádon is több pár azt a megoldást választotta, hogy később mondják ki a boldogító igent. Aki nem akarja megvárni a vírus lecsengését, 8 ember előtt mondhatja ki a hűségesküt. Szekszárdvárosban is módosítás alatt van a szabályzás. Várhatóan itt is áttérnek a 2 tanús esküvők bevezetésére. A hivatalok felhívják a házasulandók figyelmét a változásokra, mert több szolgáltató is lemondta a rendezvényeket. Szekszárdon minden pár visszalépett, akik nagy esküvőt akartak tartani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden érintett megértette a módosítást és megtalálta a közös megoldást. Magyarországon hétfő óta tantermen kívül tanulnak a diákok. A digitális oktatással az igazgatók, a tanárok és a gyerekek is ismerkednek még. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban például közel 250 csoporttal a 7. osztálytól a végzősökig bezárólag kell napi szinten tartani a kapcsolatot és az órarend szerint megtartani az órákat. Az első tapasztalatokról az iskola igazgatónője számolt be. Elsősorban nyelvi csoportoknál, ahol alacsonyabb a részvevők száma, tudják jól használni a videó és hanghívásokat indító és fogadó alkalmazásokat. A digitális oktatás első tapasztalatai pozitívak, mondta Helyma Józsefné, a Szekszárdi Garai János gimnázium vezetője. A digitális oktatás egy olyan folyamat, amit a tanárok és diákok is állandóan tanulnak.
A Szekszárdi Garai János gimnáziumban közel 250 csoporttal, a 7. osztálytól a végzősökig bezárólag kell napi szinten tartani a kapcsolatot, és az órarend szerint megtartani az órákat. Az első hét tapasztalatai, hogy a diákok örömmel vesznek részt a digitális oktatásban. Az órák pontosan kezdődnek, akár felelésre és óra közbeni számonkérésre is van lehetőség több alkalmazásnál. A hét lejárta után pedig a tanárok közösen megbeszélik az addigi tapasztalatokat, hogy fejleszteni tudják a tantermen kívüli oktatás hatékonyságát. Mi órarend szerint tanítunk, tehát azt kértem a kollégáktól, hogy az órarend szerinti tanítás legyen. A hétvégén szeretnénk összegezni a tanításnak az eddigi különböző formáit, és akkor valamilyen kereteket meghatározni. Akkor ott egy meghívót elküldök a partnernek. A partner azt megkapja azt a meghívóját a megfelelő felületén keresztül. Üresek a folyósok a Tolnai Szent István gimnáziumban. A tanári kar a számítástechnikai szakemberek bevonásával azon dolgozik, hogy minél hamarabb működőképes legyen a távoktatási rendszer. A pedagógusok azt remélik, a gyerekek felelősségérzete megnő önmagukkal és feladatuk ellátásával szemben, hiszen csak így lesz lehetőségük tudásuk fejlesztésére. Nagyobb önállóságra és főleg felelősségtudatra van szükség a részükről, hogy valóban tényleg értelme legyen ennek a digitális oktatásnak. A tanárok kreativitását is próbára teszi a helyzet. Novotny Bán Erzsébet azt mondja, folyamatosan érkeznek a megoldási javaslatok. Hamarosan az új helyzethez igazított órarend is napvilágot lát. Megpróbáltuk azt, hogy az órarendhez igazodva minden kollega akkor küldött, vagy vette fel a kapcsolatot, küldött valamit, vagy üzenetet, vagy Skype, vagy valamilyen formában a Facebook csoportban vették fel a kapcsolatot, amikor órájuk volt. Hát ez most nem annyira működik még, valószínűleg ez így nem lesz igazán jó. Tehát ezen dolgozunk most, mert van néhány javaslat, ötlet, hogy hogyan próbáljuk átdolgozni, hogy ne legyen áttekinthetetlen a gyerekek számára. A legfontosabb, hogy a lehetőségekhez mérten teljes értékű tanévet tudjanak zárni, mondta az igazgatónő. A mostani tapasztalatok pedig beépülhetnek a jövő esztendők oktatási rendszerébe. 220 esetben kellett biztonsági öv miatt bírságot kiszabniuk a rendőröknek mindössze néhány nap alatt Tolna megye útjain. Összehangolt akcióban ellenőrizték az autósokat, és a tapasztalatok lesújtóak lettek. A biztonsági öv miatt állították meg ezt az autóst a rendőrök néhány napja. Elismerte a szabálysértést, ezért 10.000 forintos helyszíni bírságot kapott. A rendőrök pontosan tudták, hogy kit kell megállítaniuk. Néhány száz méterrel arrébb, itt a szekszári felüljáróról kamerával figyelte két másik rendőr az autósokat. Ha valaki öv nélkül vezetett, felvették és szóltak a megállító kollégáiknak. Ezeket a felvételeket készítették a rendőrök. Jól látszik a képeken, hogy melyik sofőr nem használta az övet. Rengeteg bírságot kellett emiatt mindössze néhány nap alatt kiszabni a hatóságnak. Március 12-e és 14-e között Tolna megyében is megtartották a passzív biztonsági eszközökre vonatkozó ellenőrzést. Ennek keretében kollégáim összesen 220 személlyel szemben intézkedtek biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Ebből összesen 193 volt a járművezető, akik közül 173-an lakott területen belül, 20-an pedig lakott területen kívül nem használták a biztonsági övüket. 27-en pedig utasként nem kötötték be magukat. Orvadászok loptak el egy szarvas csibrákon az egyik erdészetből. Úgy buktak le, hogy az állat maradványait a helyszínen megtalálta valaki, aki feljelentést tett. A rendőrök a három orvadászt hamar elfogták. A kihallgatásukor azt mondták, a szarvas nem élt, amikor megtalálták, ezért zsigerelték ki, majd vitték haza, ahol a húsát kiporciózták, majd a hűtőbe tették. A három férfinak lopás miatt kell hamarosan felelnie. A bűncselekmények felderítése a koronavírus terjedése miatt sem állt le. Az ügyészek folyamatosan dolgoznak, igaz, ügyfeleket most nem tudnak fogadni. De például Tolna megyében is több bűncselekmény esetében sikeresen kezdeményezték az elmúlt napokban a gyanúsítottak letartóztatását. Maszkos biztonsági őr mögött csukodik a Tolna megyei főügyészség ajtaja. Az épületbe civilek most nem léphetnek be a koronavírus terjedése miatt, bent viszont az ügyészek folyamatosan dolgoznak. Jól példázza mindezt, hogy a szexuális járási ügyészség a veszélyhelyzet elrendelését követően nem sokkal kettő esetben egyaránt kapcsolatérő szak- és testisértés miatt folytatott eljárásban távoltartás elrendelését, egy esetben pedig egy gépkocsikat feltörő férfi letartóztatását nyújtványozta eredményesen a szexuális járás bíróságnál.
A bejárati ajtóra függesztett üzenet is jelzi, hogy az országos veszélyhelyzet miatt nem fogadnak ügyfeleket az ügyészség munkatársai. A munka viszont nem állt le, a beadványokat online az ügyfélkapon keresztül lehet beküldeni, vagy az épületek előterejében elhelyezett postaládákba dobni. Az ügyészség a kormány által a veszélyhelyzetre tekintettel előírt óvintézkedések maximális betartása mellett továbbra is időszerűen látja el a feladatait, vádat emel, kényszerintézkedések tárgyában tesz indítványokat, és ellátja valamennyi válthatósági tevékenységét. Az ügyészségek március 13-án vezették be a veszélyhelyzet miatt elrendelt rendkívüli intézkedéseket. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Kővágószőlősi lakos fertőződött meg, Baranyában is megjelent a koronavírus. Karanténban a hajléktalanok, seki sebe a Pécsi Támasz Alapítványnál. Visszaesés a forgalomban, a taxisokat is elérte a koronavírus hatása. Kővágószőlősi lakosnál diagnosztizálták a koronavírust, így a járvány már Baranyában is megjelent. A fertőzött kórházban van, a vele szoros kapcsolatban állókat járványügyi megfigyelés alá vonták. Az információt a település polgármestere közösségi média oldalán osztotta meg. A bejegyzésben úgy fogalmaz, fontosnak tartom, hogy néhány tényt tisztázunk, ne adjunk alapot találgatásoknak. Itt Kővágószőlősön él az első baranyai koronavírus fertőzött. Mivel az utóbbi napokban számos rémhír, álhír terjedt el a falu lakosai között a járvánnyal kapcsolatban, Sándor Tibor Antal, a település polgármestere hivatalosan is megerősítette, valóban elérte a vírus a községet. Kővágószőlős polgármestere Facebook oldalán tett bejelentést, miszerint a településen is felütötte a fejét a koronavírus járvány. Jelenleg egy igazoltan fertőzöttről tudnak, akit telefonos konzultáció után kórházba szállítottak. A Baranya megyei kormányhivatal illetékes szakemberei megkezdték a szükséges eljárást. Azaz az igazolt beteggel szoros kontaktusban volt személyeket felderítették, az ő számukra elrendelték az úgynevezett járványügyi megfigyelést otthonukban. Ennek koordinálása megtörtént az önkormányzat bevonásával, áll a polgármester bejegyzésében. Sándor Tibor Antal továbbá arra kérte a lakosságot, hogy gyakrabban mossanak kezet, fertőtlenítsenek, szellőztessenek, és ha lehetséges, maradjanak otthonaikban. Ezen felül, aki lázas vagy köhög, semmiképpen ne induljon el otthonról, hanem hívja fel az orvosi rendelőt. Szerettük volna megkérdezni a település vezetőjét az esetről, ám az önkormányzati hivatal zárva volt, telefonos megkeresésünkre pedig híradónkig nem reagált. Szerda óta érvénybe lépett egy olyan szabályozás a hajléktalan ellátásban, amelynek értelmében sem kimenni, sem bemenni nem lehet az intézménybe a koronavírus járvány miatt. Ez azt jelenti, hogy a március elején már életbe lépett látogatási tilalom mellé most kijárási tilalom is társul. Stábunk a Pécsi Támasz Alapítványnál járt. Karanténban vannak a hajléktalanok a Támasz Alapítványnál. Március 8-a óta már él a látogatási tilalom, most pedig a kijárási tilalom is életbe lépett, mondja Fonyó József, a Pécsi Támasz Alapítvány integrált intézményének vezetője. Ezért minden ellátottjukat értesítették, hogy nem hagyhatják el az intézményüket, mert különben nem tudják őket visszaengedni. Ez az elv működik az összes szállásnyújtó ellátásukban, itt a Dugonics utcai krízis szállón is. Ezért mostantól folyamatosabb bentartózkodás a koronavírus okozta járvány miatt. Abban próbálunk segítséget nyújtani nekik, hogy a mindennapi szükségleteik, amiket esetleg eddig önállóan megoldottak, azok meg legyenek oldva. Gondolok itt a különböző gyógyszer szükségletekre, bevásárlásokra, olyan dolgokra, amiket eddig önállóan megvásároltak, és ami mindennapi életükhöz szükséges volt. És ebben benne van például a cigarettafüggőség is, mint olyan, ami hogyha nem kerül szükségletbetöltésre, az rendszeres problémákat okozhat. Nem volt egyszerű a mai reggel a Gomba utcai menedékhelyen, amikor meg kellett hozni a karantén intézkedést, teszi hozzá Fonyó József. Ha mi nem tartanánk szigorúan ebben a járványhelyzetben magunkat a szabályokhoz, akkor veszélyeztetnénk azokat, akik viszont együtt működnek, és azt gondolom, hogy a többség, ezt elmondhatom, hogy több mint 80% ezzel teljes mértékben el tudta fogadni, és bízik abban, hogy a mi szolgáltatásainkban biztonságban tudnak maradni. Különböző tevékenységekkel próbálják mulatni az időt, lekötni a hajléktalanok figyelmét. Pingpongozás, tévénézés, kártyázás szerepel a programok között. Mivel a koronavírus elleni védekezésre alkalmas eszközöknek nagy hiány vannak, ezért a védőmaszk, ami Fonyó Józsefen látható, a hajléktalanok házi orvosa által textilből saját kezdődik.
kézileg készült. Ők ilyennel tudnak védekezni, védeni egymást és ellátottjaikat. Jelentős fuvarcsökkenést tapasztalnak a kaposvári taxisok. Az iskolák és óvodák bezárásával, valamint az otthoni munkavégzés bevezetésével kevesebben veszik igénybe az ilyen jellegű szolgáltatásokat. A kormány segíti az ágazatot, a KATA szerint adózó taxisok általányadó fizetési kötelezettségét június 30-áig elengedik. Ezt naponta többször is elvégezzük. A kaposvári taxisok is nagy figyelmet fordítanak a tisztaságra. A koronavírus miatt naponta többször is fertőtlenítik az autókat. A kollégáim nap mint nap takarítják az autókat kívül belül. A kilincseket és a kapaszkodókat azokat rendszeresen fertőtlenítik, gyakran minden utas után. Így védekezünk. 30 autóval és 4 diszpécserrel dolgoznak a taxisok nap mint nap. A koronavírus miatt azonban jelentős fuvarszámcsökkenést tapasztalnak. Mi nagy forgalomkiesésre számítunk az óvintézkedések miatt. Sok fuvartól elesünk az iskola bezárások miatt, illetve a vendéglátóegységeknek a korlátozott nyitvatartása miatt, és a betiltott rendezvények is problémát jelentenek nekünk. Tartott menni a főutcára? Igen, köszönöm, indulok. A turizmus visszaesésével, az iskolák és az óvodák bezárásával, valamint az otthoni munka bevezetésével kevesebben veszik igénybe ezt a közlekedési formát. A cég vezetője azt mondja, valahogyan át kell vészelniük ezt az időszakot. Szeretnénk minden kollégát megtartani, a sofőröket is és a diszpécsereket is. Próbáljuk kihúzni az időt. A kormány ezt az ágazatot is segíti ebben az időszakban. A KATA szerint adózó taxisok általányadó fizetési kötelezettségét június 30-áig elengedik. Nem tartanak piaci napot vasárnaponként a pécsi vásártéren, zárva tartja a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a területet az önkormányzat. Ezzel párhuzamosan a vásárcsarnok nyitva marad, azonban ez teljesen más helyzet a működtetők szerint. Üres a pécsi vásártér területe, és ez így marad vasárnap is, mondja a vagyonhasznosító vezetője. A vásárcsarnok nyitva marad, de a kertvárosi piac teret nem használhatják majd a veszélyhelyzet alatt az árusok. A vásártér egy teljesen más eset, mint a vásárcsarnok. A vásárcsarnokban egyértelműen élelmiszeripari termékeket árulunk, ez a városnak az éléskamrája. A vásártéren nem ilyen termékeket árulunk, ott főleg ruházati termék és egyéb termékek vannak. Tehát tulajdonképpen az almát és a körtét igyekszünk összehasonlítani, nem lehet ebben a helyzetben. Én azt gondolom, a vásárcsarnoknak a nyitvatartása az stratégiai kérdés, ilyen szempontból a vásártéri nem. Szabó Szilárd azt mondja, már évek óta sokan hozzászoktak a pécsiek közül, hogy vasárnaponként kilátogatnak a vásártérre. Azonban a jelenlegi járványügyi helyzetben a nagyobb tömeg megjelenése a fertőzés átadásának a veszélyét hordja magában. Ezért az önkormányzat zárva tartja a vásárteret a veszélyhelyzet idejére. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. 5 vannak hatósági karanténban Szekszárdon, a város további intézkedéseket hozott. Sokan járnak az utcákon, kevesen tartják be az ajánlásokat. Digitális oktatás, már élesben tanulnak a gyerekek. Szabálytalan sofőrök, 220 bírságot kellett kiosztaniuk a rendőröknek. Szombaton délelőtt változó napsütéssel, gomoly felhőkkel és még enyhe idővel indul a nap, majd délutántól elszórtan záporok, egy-egy zivatargóc is kialakulhat. Hidegfront érkezik észak felől, a front mentén záporok, zivatargóc alakulhatnak ki. Vasárnap már sarkvidéki eredetű levegő árasztja el térségünket, jelentősen átlagosan 15 fokkal visszaesik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!